Sziasztok! A következő videóban most bemutatom az UTMB kötelező felszerelését, illetve hogy én milyen felszereléssel állok majd rajthoz, mert azért ez egy picivel több, mint ami kötelező lenne. De ezt majd mindjárt tudjátok, hogy miért, vagy hát egy része sejthető. Az UTMB az a világ legrangosabb terepfutó versenye, 171 km és 10 000 méter szintű emelkedés nehézségű. Miután az Alpokba vezetés, hát ott lehet komolyan rossz idő, ezért a kötelező felszerelések egy része az öltözékről szól. Hát itt látszik, a hideg miatt kell mindenképp egy esőkabát, egy lélegző esőkabát, mert elő van írva, hogy milyen komoly esőt kell bírnia, illetve egy nagyon könnyű esőnadrág. Nekem mind a kettő North Face márkájú. Ezen kívül kötelező egy hosszú jó, ez nekem egy kerékpáros felső, ami már bevált, illetve egy hosszú terepfutó nadrág. Ilyenkor nem szabad új felszereléseket kipróbálni, ezek már tényleg jobb beváltak, nekem sokat futottam bennük. Akkor fogok vinni váltározók, mint az most egy másik történet, illetve itt látszik, viszek még egy hosszú, ez egy ilyen nagyon vékony, amikor én fázós vagyok, ez egy vékony aláöltözet. A kettő együtt úgy már szerintem azért úgy, ahogy komolyabb hidegben is elég lesz, bár szerencsére elég jó időt mondanak. 21-24 fokot ígérnek, vagy ígér a meteorológia. Akkor az öltözékhez tartozik még kötelező sapka. Hát itt igazából ez egy ilyen polár fejpánt, ez nagyon bevált, nagyon kicsavarható, illetve kesztyű is kell mindenképp, hosszú kesztyű. Annak vízzárónak kell lenni, nekem ez ugyan nem vízzáró, de majd kapok nylon kesztyűt, és akkor a kettő együtt már megfelelő lesz. Akkor öltözet. Én nem kötelező, de én feltétlenül viszek a másit, mert rengeteget számít, hogy ne menjen be a sár meg a por, tehát az feltétlen. Majd a gumit azt lehet, hogy le kell cserélnem benne, ahogy nézem. Ne szakadjon el. Akkor menjünk tovább. Mivel éjszaka, két éjszaka esik a verseny, 46 óra szintű idő nekem, hát azért hát ilyen 42-43 óra, vagy akár több lesz majd. Remélem, hogy nem éppen csak fogok beérni. Kötelező fejlámpa, méghozzá kettő fejlámpa, ha az egyik tönkre menne, akkor legyen még egy. Ez az egyik, ez pedig a másik. Mind a kettő szilva márkő, mert nekem az vált be igazából. És elemet is kell hozzá vinni, ami Duracell, mert hát az a legtartósabb, legjobban, legtovább az bírja talán. Akkor a hidegre visszatérve még kötelező hővédőfól, ez nem is az, ez egy nyár, ez ilyen fejkendő kötelező, illetve hővédőfólia, ami hogyha nagy hideg van és az ember megsérül, akkor azzal be tudja takarni magát, amíg a hegyi mentők kiérnek. Aztán öltözet, azt hiszem más már nincs, hát fogok vinni váltárzokni, de az már egy másik történet. Összforgalomból vissza meg, hát mert az mindenképp jó. Akkor friss, hát majd a frissítésről is beszélek. A telefont is mindenképp magunknál kell tartani végig, feltöltött állapotban kell lenni, rajta vannak a kötelező hívószámok. Aztán látható, itt pohárrat kell vinni, de nem elég a két kulacs, ami ott látszik, a két softflask, hanem kötelező poharat is vinni, műanyag poharat, vagy hát illetve ez ilyen szilikon összecsukható pohár. Első segédcuszból igazából érdekes, hogy csak ezt írják elő, ez ilyen elasztikus bandázs, de nekem azért ott lesz más is, hogy őszintén legyek, hát van itt, ott van széntabletta, aztán ilyen kidőzsöldés elleni kenőcs, akkor koffein tabletta, biztosítőtű, hogyha ki kell szúrni vízhólyagot, meg még apróságok. Végül tehát a frissítés. Elő van írva, hogy a résztvevőknek legalább 850 kilokalória kilokalóriájú energiát adó frissítést kell magával vinni, hát ez lehet gél, energia, szelet vagy más. Én fogok magammal vinni, hát körülbelül ennek a felét, tehát egy ilyen 4-5 gélt energia szeletet, koffeines az ez benne bőséggel, és a másik felét azt mondom, Kurmajerbe küldöm, mert ott lesz egy depópont, illetve ott látszik, nem bejött a kusás van, hanem ebbe is ilyen SIS energiaport töltök majd. Hát kettő flakon látszik, az egyiket viszem, a másikat meg kurmajorba elküldöm a depópontra. És akkor még egy dologra nem beszéltem, hát a kettőről. Az egyik az, hogy természetesen akik ismernek, azok tudják, hogy fogom magammal vinni kamerát. Itt látszik a GoPro, illetve emiatt, nem csak emiatt, de viszek powerbanket, méghozzá majd kettőt is, az egyiket az depóztatom kurmajorba.
Illetve a terepfutóbot, ez egy összecsukható terepfutóbot, ezt nemrég vettem itt a sérülés kapcsán, rengeteget segít, hogy az ember termesztési a lábát, úgyhogy az nagyon nagy segítségemre lesz. A Danélkül gyakorlatilag szerintem ilyen állapotomban most majdnem azt mondom, hogy esélytelen lenne, viszont tényleg tapasztaltam, hogy rengeteget számít. Hát azt hiszem, hogy talán mindent el is mondtam, úgyhogy már csak annyi maradt, hogy kérem azt, hogy drukoljatok, nagyon drukoljatok, minden információt megkaptok, hogy közelítem a menet közben, és hogy hol járok meg. Amúgy is látni az interneten, van link, ahol ott lehet követni, ahogy hagyom el a haladok a frissítő állomásokon, és ennyi. Miután bemutattam a kötelező felszerelést, megmutatok egy motiváló mondatot vagy gondolatot az élemfalom tetejéről. Ez pedig így néz ki, hogy a fájdalom elmúlik, a dicsőség megmarad. Megálmodtam, felkészültem, teljesítettem, ez nagyon igaz. Mert igazából tényleg egy út vezet a teljesítésekhez, és benne van a megálmodtamban a motiváció, ami hát sorra igyekszem behúzni a vagancsistás célokat, illetve a felkészülés és végül a teljesítés. A felső mondat pedig most különösen aktuális, mert hát volt itt fájdalom, sérülés, és zárású pedig a három legértékesebb érmem. Van még olyan terfutó kívás, ami nagy értéket jelent, így a szívemben vagy a versenyünk között, azonban ott nem adnak érmet, hanem például festett követ adnak Málta 115-nél, illetve a Grand Tour Courmayeur-nél szintén nem adtak érmet. De ez a három az első nagy ilyen álomverseny, a Transvulcania, az 74 km volt 4300 szinttel. Tavaly ősszel teljesített Ultra Pirineo, ami csodálatos semmi volt, illetve Magyarország egyik legnehezebb terepfutó kívása, de talán a legmotiválóbb, a kör, amit a Börzsönyben teljesítette május 12-én. Úgyhogy az UTMB-n nem adnak érmet, de hát rengeteg élmény lesz, meg videó, és más is. Köszönöm a drukkolást előre is. Sziasztok!